Sziasztok! Fogunk készíteni egy szemölő piercinget. Érzéstelenítés után becsipeszeljük a területet, ahol készítjük ezt a fekete patkó ékszert. Ez lehet egy picit kellemetlen, de muszáj összefognom ezt a területet. Na, szerintem, és akkor most megkérlek egy pillanatra, jó? Játszott dobtuk a szemöldökére. Látod, hogy befűzzük az ékszeremet. Kicsit megkönnyebbültél most, hogy így kivettem. Igen. És áthúzzuk a választott fazont. Szupi. Benne is van az ékszered. És mindjárt kicsit, mert szét fogjuk húzni a területet, csak rögzítjük a kuppal, amit megkérlek, hogy tarts meg. És veletnek helyet cseréljük, jó? Most tegyél el egyszer erre az oldalamra. Köszönjük szépen. A 3 hét, 1 hónapos gyógyulási idő után már tehetsz bele teljesen passzantos méretet. Addig víz érheti, de fontos, hogy ne akadj el vele. És napi 3-szor szükséges utókezelned, jó? Mindjárt megmutatom, hogy hogyan. Mutassuk meg közelebbről, mit készítettünk. Letöröljük róla a filcet, jó? Amivel bejelöltük, hogy hova szeretnénk az ékszert, ez egy picit lehet, hogy csíp. És akkor megmutatom neked, a tükörből néz, kérlek, hogy napi 3-szor hogy kell utókezelned, jó? Parancsol. Pici utókezelő piercingjelet tesztünk a fültisztítóra. Megkenjük az ékszer tövét, egy picit ezáltal rákenem az ékszer szára is. Újabb adag ilyen. Nem kell sok, mert pici a lyuk, alulra is. És ez megvan. Finom mozdulatokkal föl, de meg kell mozgatni az ékszerszárat, hogy bejusson a hatóanyag. És ma, akár holnap duzzadással fog járni ez az ékszerkészítés, jó? Hogy tetszik? Nagyon jó. És hogy élted meg? Igazából sokkal rosszabbat hittem. Hogy jobban fog fájni, de nem. Tehát akkor szuper volt, és túl lehet élni, igaz? Ha ti is szeretnétek piercingeket, kerestek bátran, és várunk benneteket a YouTube csatornán. Sziasztok!